Sziasztok! Szóval, sok helyen láttam, többek között mondokonos csoportokban, hogy nem csak a cosplay sminkkel voltak itt a problémák, hogy sokaknak nem sikerül úgy, ahogy szeretnék, hanem a színes kontaktlencse ügyjel is felmerültek itt a gondok. Hogy mit szabad, mit nem szabad, hogy használjuk, kitől rendeljünk, kitől nem szabad, szabad-e olcsóbbat, vagy inkább a drágábbat, hogy kell rá vigyázni. Rengeteg kérdés merült fel. És úgy gondoltam, hogy erről most csinálnék nektek egy videót, mint a sminkes, hogy bemutatom az én kontaktlencséimet, és hogy én hogy szoktam használni, hogy érdemes őket gondozni, és a többi, és a többi. Szóval, ha titeket is érdekel ez a téma, tartsatok velem! Én akiktől leggyakrabban szoktam rendelni, az a TTDI, de ezen kívül még több márkától is van kontaktlencsém, mint az Unicuso, és egyébként én már rendeltem AliExpressről, illetve egy nagyon jó kontaktlencsés csoportból is Facebookon, amit majd később meg fogok említeni. A TTDI-tól körülbelül kismillió kontaktlencsém van, ez csak itt három, amiket így, hogy lehet látni, felcímkéztem, de itt még van a kezemben még három darab. Unicusos lencsém, hogy őszinte legyek, csak egy darab van. Kicsit nekem drágák voltak, de viszonylag jó minőségűek. Ami az érdekes, hogy összehasonlítva egy TTDI-os és Unicusos lencsét, a különbség köztük az legalábbis számomra az volt, hogy az Unicusos lencsében a szemem egy picikét jobban fájt, gyorsabban kiszáradt, bár ez márkától is függ, hiszen a Unicuso is több kontaktlencsés céggel dolgozik. TTDI-osban viszont az nagyon jól bírta a szemem, nem igazán száradt ki, viszont nem annyira jó márka, mint a Unicuso, szóval többeknek lehet érzékeny rá a szeme. Ezt a lencsét, illetve ezt a lencsét egy magyar kontaktlencsés csoportból rendeltem Facebookon. Körülbelül olyan minőségük, mint mondjuk egy AliExpress-es lencsének, de az én szemem nagyon szerette, szóval tudom ajánlani. Egyébként a csoport neve Cosplay kontaktlencse rendelés, bár mostanában kicsit a pandémia miatt leálltak a rendelések, de lassacskán újra fog majd indulni. Az utolsó előtti, amit bemutatnék, ez a tömör borzalom, amit egy magyar partiboltól rendeltem. Sokan ajánlották, azt mondták, hogy nagyon szuper, én a szememben nem maradt meg, csípte, szúrta, pedig mindent elvégeztem előtte, amit kellett egy kontaktlencsével. Szóval magyar partiboltól nem ajánlom a rendelést. Az utolsó, amit bemutatnék, pedig ez a fekete szklera, illetve mini szklera lencse. Ezt igazából egy tök no-name külföldi kontaktlencseboltól rendeltem, és tökéletesen bevált, de ettől függetlenül azt mondom, hogy inkább megbízható boltoktól rendeljetek. Olcsó volt, jó volt, de ki tudja, hogy esetleg nem scam-e az oldal. Ami nagyon fontos egy kontaktlencse berakása előtt, hogy mindenképpen mossunk kezet, vagy pedig fertőtlenítsünk. Fontos az, hogy a kontaktlencsét ne vízben, hanem kontaktlencse folyadékban tároljunk, amit általában optikákban lehet beszerezni, ugyanis, hogyha vízbe rakja bele az ember a kontaktlencsét, és utána a szemébe, a vízben lévő baktériumok nagyon káros hatással lehetnek a szem egészségére. Elsőnek a szklera lencsét fogom bemutatni nektek. A szempillámat alulról megfogom és fölhúzom, ugyanígy teszek az alsónál is, majd pedig behelyezem előre nézve. Kicsit nyomkodni és tolkodni kell, hiszen a szklera lencse nagyobb, mint egy átlagos lencse, de miután bent van, csak óvatosan zárjuk össze szemünk, és már kész is van. A jóval kisebb Unicusos lencsénél is ugyanígy kell tennünk, ám ezt sokkal egyszerűbben fel tudjuk helyezni, hiszen pontosan belefér a széthúzott szemünkbe kis kompakt mérete miatt. Egyébként ne aggódjatok, hogyha sokat könnyezik a szemetek, sokaknak érzékeny rá, egyébként egy picit nekem is.
A lencsét legegyszerűbb úgy kiszedni, hogyha ugyanazt a módszert alkalmazzuk, hogy lehúzzuk a szemünk, illetve fölfele, majd kiszedjük, de akár egy kézzel is ki lehet kapni, hiszen ez egy nagyon vékony lencse. Általában a lencsékhez mellékelnek ilyen pálcikákat is, ami azoknak az embereknek van, akiknek hosszabb a körmük, vagy esetleg egy picivel ügyetlenebb a kezük, és ezzel sokkal egyszerűbben fel tudják applikálni, vagy akár kiszedni azt. Nagyon fontos egyébként azt is megnézni, hogy a kontaktlencse mikor jár le. Vannak egyéves kontaktlencsék, illetve vannak féléves kontaktlencsék, vagy akár napos lencsék. Ha egy kontaktlencse lejárt, akkor érdemes kidobni, bár egy-két nappal, talán maximum egy héttel tovább használható, bár akkor már szemfájdalmakat és akár gyulladást is tud okozni. Megvakulni pedig senki sem szeretne. A kontaktlencséket érdemes egyébként, ha használaton kívül is vannak, hetente egyszer áttisztítani, megmosni, új vizet rakni bele, ugyanis az állásban is be tud pálni a víz, és emiatt akár elpárolog a víz, kiszárad a lencse, és csúnya következményei lehetnek. Ugyanis egy újra használt lencsét, egy újra vizezett lencsét, hát nem érdemes annyira már használni. Egy cosplayesnek egyébként arra nagyon kell figyelni, hogy a lencsét általában smink előtt helyezze fel, ugyanis smink után egyrészt nem jó hozzányúlni az archoz, hiszen féltjük a sminket. Másrészt pedig belemehetnek porszemek, púder, szempillaspirál, bármi a kontaktlencsével együtt a szemünkbe, akár a kontaktlencse alá, aminek kellemetlen következményei lehetnek. A szemüvegeseknek egyébként azt tudom mondani, hogy vannak dioptriás lencsék, viszont sajnos általában csak mínuszos, tehát távolra nem látó szemre, közelre nem látó szemre, tehát pluszos szemre, esetleg 99%-ában sajnos nincs. Nem mellesleg arra is nagyon kell figyelni, hogy egy kezdőnek mondjuk 5 óránál tovább ne legyen bent a lencse, viszont egy aktív lencse használó ember már azért megütheti a 10 órát egy egyhuzamban viselésben. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és sok hasznos információt tudtam átadni nektek. További sok szerencsét a cosplayezéssel és a kontaktlencsék használatával. Következő videóban találkozunk!